A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit, ez szokásos heti sportos kibeszélő műsorunk, amelyben nagyon sokszor bebizonyosodott már, hogy egy hét nagyon nagy idő tud lenni, pláne kettő, itt az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk arról, és gyakorlatilag kizárólag a reménykedés és az optimizmus hangján, hogy a fehérvári hokisok milyen szépen teljesítenek, milyen nagy reményekkel várják a rájátszást, és aztán milyen jól kezdődött ez a rájátszás. És hát őszintén szólva, bár egy héttel ezelőtt nem én ültem ebben a székben, biztos vagyok benne, hogy még ott is a legtöbben arra gondoltak, hogy majd ezen a héten arról beszélünk, hogy az Salzburg ellen, vagy a következő körben milyen esélyek mutatkoznak, miután várakozásoknak keményen ugyan, de várakozásnak megfelelően keményen ugyan, de sikerül kivívni a továbbjutást. Hát aztán bebizonyosodott, hogy a playoff, a rájátszás az tényleg mindig külön műfaj, és az olyan bajnokságokban, ahol az alapszakasz végén ez a lebonyolítási forma dönt a helyezésekről, ott bizony nagy pofonokat is osztanak, és nagyon kellemetlen meglepetések érhetik a csapatokat. Sajnos ennek most a Volán lett a szenvedő alanya, mert hogy a hetedik mérkőzésen, tehát a lehető leghosszabbra nyújtott párharc végén kikapott itthon a Pusztertától. Ugye csak a rend kedvéért 11 mérkőzést játszott ebben a szezonban a két csapat, ebből hetet megnyert a Fehérvár, de ez mit sem ér, mert azt az egyet, amit mindenképpen meg kellett volna nyerni, azt viszont nem sikerült. Úgyhogy nyilván azzal kezdjük a mai adást vendégeinkkel, hogy ezek után hogyan is értékeljük ezt az egész szezon, meg hogy hát hogy sikerült esetleg szurkolóként feldolgozni ezt a váratlan fordulatot, és nagy örömünk, hogy itt van velünk e témát is kibeszélendő Cserpakovics András, Székesfehérvár polgármestere, egyben természetesen VIP bérlet tulajdonosa, jégcsarnokban is állandó mérkőzés látogató. Valamint itt van velünk Kaiser Tamás, kollégám, barátom, a műsor egykori ötletgazdája, a sportál.hu tudósítója, szerkesztője, illetve Horog László, aki pedig, hát, ha ezek után még lehetséges, tovább emeli az adás fényét és a szereplőgárda nívóját. Szóval én azt gondolom, hogy bár tényleg közhelyes, tényleg tudjuk, hogy mindig más a rájátszás, nem hiszem, hogy sokan mondták volna akár közületek, akár még a hetedik mérkőzés előtt is, bár Tominak erre való vonatkozóan volt itt adás előtt egy megjegyzése, hogy ebből akár ilyen rossz végkifejlet is lehet. Igen, én azt mondtam, hogy vagy beszélgettük kint, gyakorlatilag az utolsó hazain én nem tudtam kint lenni, mert Tatabányára, az olimpiai selejtezőre szólított a kötelesség, de ott kint az újságíró kollégákkal azért beszélgettük, hogyha ezt elviszi a Pusztertál Wölfe, vagy Valpusztéria, ugye 7 meccsig, akkor ott nem biztos, hogy az egy jó omen nekünk, nyilván ettől függetlenül meg lehetett volna, de hát ilyen ettől szép a rájátszás, csak ilyenkor az embernek mindig eszébe jött, hogy mi a francnak az 50 meccses alapszakasz. Hát az arányok legalábbis tényleg érdekesek, de hát valóban ez van, és nyilván mondjuk az NBA-ben vagy az amerikai major sportokban még több meccset játszanak az alapszakaszban, aztán lehet, hogy ott is simán kizúg az első körben a legnagyobb favorit, de valóban hát nem is tudom, hány meccsből 4x13-ból áll össze az alapszakasz a hokiban, most hirtelen ugye 12, tehát még 48 mérkőzés után második legerősebb volt a Volán a tabella alapján. Ezek után nyilván egy kicsit duplán keserű, hogy az első körből nem sikerült tovább jutni a rájátszásban. Tegyük hozzá, azért ide csak 8 csapat jut be, tehát azért már eleve egy erősen szűrt és nyilván elit mezőny. Hát benne van a sportban, tehát közhelyszerű, de ettől még igaz, persze nyilván sajnáljuk, még nagyon friss is, úgyhogy akik ott voltunk, azok nyilván különösen, mert tapintani lehetett, hogy milyen szomorú a hangulat a végén, kivéve hogy az Olaszországból érkezett szurkolókat, akik nagyon jól érezték magukat, egyébként utána este a városban is, mert többen közülük úgy láttuk, hogy itt is maradtak, itt is aludtak a hétvégén. Hát legalább ennyi hasznunk van. De hát igen, benne van ez a sportban. Szerintem nagyon kiélezett párharc volt, gyakorlatilag mindegyik mérkőzés nagyon-nagyon szoros volt.
ugye azok a bizonyos momentumok, amiket meg kell ragadni, szokták ilyenkor mondani a szakújságírók. Ugye 2-0 volt ide, két nagyon szoros utolsó pillanatban bekövetkezett, vagy hosszabbításban bekövetkezett fordítással, majd a harmadik mérkőzésen vezetett a csapat idegenbe 2-0-ra. Ebből a helyzetből egyszerűen be kellett volna ezt húzni. De hát nem sikerült, és ettől még, hogy persze ott van most ez a kis keserűség, azért tegyük hozzá, hogy duplán számít most ez lélekben, hiszen a Raktár utcától most így búcsúztunk, és azért jobb lett volna egy elődöntőben vagy egy döntőben megtenni ezt. De azért azt is tegyük hozzá, és akkor a kép így lesz szerintem teljes, hogyha közben azért az alapszakasznak mégis sok értelme volt. Először is, hogy egy történelmi alapszakasz volt, és azért erre szerintem lehet építkezni, mert fantasztikusan szerepelt a csapat, és sikerült kivívni a Bajnokok Ligája csoportkört, ami ráadásul most már egy szűkebb létszámában még elitebb liga, mint két évvel ezelőtt, amikor ott voltunk, és majd amikor az új arénába, ott szeptemberben elkezdődik az új bajnokság, akkor azért lesz három Bajnokok Ligája csoportmérkőzés is legalább hazai pályán. Ez önmagában is megadja majd szerintem a következő szezon különlegességét, és mindebből lehet tanulni, szerintem ebből a rájátszásból is. Biztos vagyok benne, hogy a szakemberek, a klubvezetők átgondolják, hogy esetleg hol van az az egy-két poszt, ahol, és milyen játékosra van oda szükség, mert szerintem az olaszok mutattak nekünk ebből néhány dolgot. Nagyon rutinos csapatról van szó, mindenki azt mondta, hogy ők alul szerepeltek az alapszakaszban a teljesítményhez, tudáshoz képest, és ezt sajnos most be is bizonyították. És a rutinos játékosok között bizony nagyon sok szép számmal volt olyan játékos, akinek egy feladata volt hét mérkőzésen keresztül, a mi játékunkat szinte szó szerint szétverni. És erre föl kell tudni készülni. A rájátszás erről szól, nem véletlenül más sportág sok tekintetben, mint az alapszakasz. Máshogy kell játszani. De hogy azért milyen a sport, és szerintem alapvetően a magunk készülékébe kell keresni a hibát, de azért egy-egynél. Azért ott egy lesről indult akcióból lett az a kiállítás, amiből megkaptuk a második gólt. A ha kategóriája nem játszik, csak most csak a hétvégéből nézzünk ki, hogy a technika hogy segít, vagy nem segít a sportban, a VAR, meg egyéb dolgokban. Ott nincs VAR, és nem lehetett újra nézni azt az esetet. Teljesen egyértelmű volt, szerintem aki tévén nézte, az nyilván mondta is. És ez azért nem mindegy, mert egy hetedik mérkőzésen már nagyon pici apróságot döntöttek. De még egyszer, mi ne mögé bújjunk. Ez szerintem a ligára tartozó kérdés, ránk az tartozik, hogy tudunk erősödni, hogy tudjuk a magyar magot adott esetben erősíteni. Az látszik, hogy az érdeklődés továbbra is óriási, van egy nagy közönsége a Volánnak, lesz egy új arénája, lesz egy BL indulás, lesz előtte egy válogatott lehetőség a bizonyításra. Úgyhogy függetlenül attól, hogy nagyon sajnálom, hogy nem jutottunk elődöntőbe, azért messze van ez az idény a kudarctól szerencsére. Ja, ebben a műsorban azért néha elveszünk a részletekben, de vannak részletek, amik nagyon fontosak. Ugye most azt említetted, hogy a Valpusztéria vagy Pusztertár Völfe kicsit alul teljesített a rájátszásban a valós az alapszakaszban a valós képességéhez mérten, és nagyon érdekes, hogy Kis Dávid és ma délelőtt Szélig Viktor, akivel interjúztam, is azt mondta, hogy a Fehérvár viszont fölül teljesített. És ezt nem most mondják utólag, amikor meg kellene bármit magyarázni, mert nincs mit magyarázni. Sokat beszéltünk itt a csapatról, és valóban megfordult bennünk is, hogy reális-e, hogy egy Salzburgot mondjuk megelőzzünk, mondhatnánk még ugye az összes csapatot gyakorlatilag a Klagenfurt kivételével. Az ember mindenbe keresi a jót, tehát amikor kiestünk, az volt az első gondolat, hogy igazából vesztettünk két meccset a Salzburg ellen itthon. Ez hiányozni fog, viszont én nem gondolnám, hogy a Salzburg ellen reális esélyünk lett volna, ahogy nem szokott az elmúlt években lenni. És hogyha valaki azt mondja, hogy három pokoli erős, nagyszerű BL meccs az új csarnokban, vagy két meccs még a Salzburg ellen Raktár utcában, én akkor azt választottam volna, hogy inkább alapszakasz második hely, és itt pedig nem jutunk a négybe, ami nagyon fájó. De ha végig gondolom, akkor igazából egy meccsen se domináltunk, és a liga erejére jellemző, hogy a hetedik helyezettel ilyen nehéz meccseket vívtunk, és később bevallották, hogyha az Innsbruckot nem viszi ki előlünk a Klagenfurt, mi azt választottuk volna, mert volt egy ilyen félsz a vezetőkben és a játékosokban is, hogy az Valpusztéria ez jobb csapat annál, mint amit mutatott az alapszakaszban. És valóban egyik meccsen se domináltunk, tehát kalandvágyból elmentem szerdán, az olaszok nagyon jó döntött
örültek, ha itt maradtak, mert egy nagyszerű belvárosi forgatagban töltöttek egy meghitt estét. Mi reggel 6-kor értünk haza, és egy gyilkos túra volt, ráadásul nagyon bíztam abban, hogy ott lezárjuk ezt a párharcot valahogy, mert én is tartottam az utolsó hétvégi meccstől. És tulajdonképpen az az 5-1-re megnyert, 5-3, 5-1-ből 5-3-ra megnyert meccsünk is, ott is 2-1-nél ők jöttek, és aztán a Bartali is ütött egy elképesztő gólt, azzal kvázi lezárta azt a meccset, de azon a meccsen sem voltunk egyértelműen jobbak. És itt András nagyon jól mondta, hogy ott egy történelmi esélyünk volt a 2-0-nál, de ott nagyon gyorsan visszajöttek a meccsbe, és aztán nem volt szerencsénk a hosszabbításban, de az biztos, hogy végtelen kiegyenlített volt minden egyes mérkőzés. Ahogy kikaptunk 7 meccsen, mind a 7-et megnyerhettük volna, és igazából 7-szer ki is kaphattunk volna, mert az első két hazai győzelem az a Hári János zsenialitása miatt lett a miénk, mert ott is nem rólunk szólt a mérkőzés végjátéka lett a miénk, tehát egy pokoli erős liga, és hát nagyon várom a BL-t. Ami egyébként szerintem szembetűnő volt, az, hogy az a fajta ötletes, gyors jégkorong hiányzott a volántól, amit sokszor az alapszakaszban látunk. Nagyon sokszor az volt az embernek az érzése, hogy már lőni kellett volna, de még valami nem lőtt az adott játékos, és mindig odaért, vagy nagyon sokszor odaért egy-egy ütő. És tényleg a Pusztertál pedig egészen elképesztő hőfokon égett már az első fehérvári mérkőzés első percétől kezdve. Gyakorlatilag ott lehetett látni, hogy rögtön a legelején 3, aztán 2 játékossal, aztán 2+1-jel támadták a fehérvári harmadban, gyakorlatilag a kapu torkában kis túlzással a korongot. Tehát nagyon-nagyon tényleg megfojtották a mi játékunkat, de mondom még egyszer, amikor az volt, hogy mi átmentünk és adott esetben föl tudtunk állni, én akkor nagyon hiányoltam tényleg azt az ötletes, kreatív hokit, amit nagyon sokszor lehetett látni a Voláltal az alapszakaszban. Itt ment is egyébként, mondom, még egyszer újságíró kollégákkal találgatás, hogy esetleg volt-e, ugye, amíg a Pusztertál játszott ugye egy ilyen play-int, hogy bekerüljön a play-offba, hogy ott esetleg volt egy olyan alapozás, aminek mondjuk az volt az utó, egy ilyen mini alapozás, aminek mondjuk az volt az utó hatása, hogy picit nehezebbek voltak a korcsolyák. Ennek kapcsán majd mindjárt beszélünk azért nyilván Kis Dávidról, mert az egész szezon értékelésénél ez megkerülhetetlen. Az jutott még eszembe délelőtt, hogy említettem, Szélig Viktorral interjúztunk, és mondta interjún kívül, hogy azért Klagenfurttól hálás üzeneteket kaptak, mert a Pusztertál ugye 3 kimaxolt meccsen jutott be eleve a 8 közé, abból a bizonyos play-inből, most játszott 7-et velünk. És hát a Klagenfurt pedig, bár ők se tudták azért kisöpörni ugye a Vorarlberget, de kevesebb meccset, tehát ők arra készülnek, hogy most egy végletekig elcsigázott és kiszipolyozott Pusztertállal fognak játszani, miközben a tavalyi döntő ismétlődik meg ugye a másik ágon, az Salzburg és a Bolzano között, tehát lehet, hogy a Klagenfurtnak tettük a legnagyobb szívességet azzal, hogy igen, kikaptunk. De azért a liga erejét mutatja, hogy az a Klagenfurt, amelyik gyakorlatilag agyonverte az alapszakaszban mezőnyt mindenkit, óriási magabiztossága nyerte meg az alapszakot, azért 2-t bukott ő is már a negyeddöntőbe, abból csúfos vereség is volt az egyik. Tehát, hogy nincsenek ezek a csapatok nagyon messze egymástól, pici apró dolgok tudnak dönteni, és igen, az nagy kérdés, ilyenkor ki tudja ráerőltetni a saját játékát a másikra. Ez most az olaszoknak sikerült jobban a mi esetünkben, de tényleg pici dolgok omulnak. Ugye 3-0 a 6. meccsen nekik, majd följövünk 3-1, 3-2, és lövünk egy olyan kapufát, aminek a belső éléről pattan ki a korong, szerintem fél centivel beljebb van a korong, már gól, 3-3 hosszabbítás, és lehet, hogy lezárjuk azt a meccset, és a Laciék boldogabban érnek haza hajnak. Haza se jönnek. És ez tényleg most őszinte, mit nem lehetett jobban csinálni, mindent megcsináltunk, visszajöttünk a meccsbe, megvolt a lövés, megvolt a helyzet, és ennyi múlott az, hogy nincs 3-3, nincs hosszabbítás, és nem zárjuk adott esetben kínlé. Tehát, de ettől, valljuk be őszintén, igen, ezért ülünk itt, ezért beszéltek minden héten a sportról, mert a sport ilyen különleges dolgokat tud hozni. Néha örülünk ennek, néha bánkódunk miatt, de hát érzelmekről szól. Igen, és nyilván éppen ezek miatt az apró momentumok miatt, amilyen egy les, amilyen egy kiállítás, amilyen egy kapuvas, vagy egy épp látsolgó korong van az, hogy nehéz is megmondani, hogy valójában min múlt egy ilyen szoros pár. Az nyilván két teljesen hasonló erejű, vagy közel hasonló erejű csapatról beszélünk, de amikor mondjuk felvetődik, amiről már csak itt ebben a beszélgetésben szó volt, hogy mentálisan, hogy mennyire pörög a csapat, hogy mennyire képes hozni a legjobbját, amit láttunk az alapszakaszban, vagy hogy történik esetleg egy olyan szakmai döntés, hogy levezényelnek egy mini alapozást néhány nappal a meccsek előtt, akkor azért muszáj azt is megbeszélni, hogy ilyen tekintetben minden oké volt-e.
csak hát valószínűleg ezt nem tudhatjuk, és így aztán az egész szezon alapján kellene arról véleményt mondanotok, hogy például ez a szakmai stáb, amely egy villámintézkedéssel kapta meg a bizalmat nyáron, úgyhogy hogy ugye Kevin Konstantin váratlanul elköszönt. Ugyanakkor tudott volt, hogy Kiss Dávid előbb-utóbb mindenképpen vezetőedző lett volna Fehérváron, tehát hogy hogyan értékeljük az ő, illetve a stábja ténykedését, mert azt gondolom, hogy akár a hetedik mérkőzésig nem is lehetett kérdés, talán még most sem, hogy azért ez a szezon egyik nagyon kellemes meglepetése volt. Hát az, hogy magyar edzővel, egy sok magyar játékossal felálló magyar csapat erre képes az osztrák ligában, ahol ugye nem csak osztrák csapatok szerepelnek, szerintem ez önmagában egy kimagasló dolog, és ugye sokszor beszélgettünk már a Volán esetében, akár évekkel ezelőtt is a tudatos belső építkezésről, ugye akár az akadémiai rendszer és az akadémiáról érkező játékosok használatáról. Hát ugye Kiss Dávid esetében ez aztán tényleg hatványozottan igaz. Itt, és azt gondolom, hogy le a kalappal, tehát hogy nyilván egy másodpercig nem érezte az ember Dudun, hogy itt most tele lenne a nadrág akár egyszer is, hogy ő most itt magyar edzőként kell, hogy megmutassa magát egy olyan sportágban, ami egyébként hagyományosan gyakorlatilag az importból is építkezik, és egyébként nyilván ez egy jó példa a hoki, mert rengeteget tanultunk ugye a kanadai és a különböző szakemberektől. Itt egyetlen egy dolog van, és nyilván ezt a magyar szakmai stábnak kell kiértékelnie, hogy lehet, hogy az a fajta pici rutin majd jövőre sokat fog számítani, amit idénről visz magával a csapat itt a rájátszásból, vagy az alapszakasz és a rájátszás közötti időszakról. Szerintem nincs kérdés, tehát szerintem nem szakemberként mondom, hanem szurkolóként, hogy beugrott a nyáron egy edzői tím, abból az egyik egy saját nevelésű edző, ilyet is ritkán lehet kimondani, de ebben az esetben még ez a megfogalmazás is igaz, és szerintem egy parádés évet vittek a csapattal együtt, elfogadták a magyar rutinos játékosok, be tudták építeni a magyar fiatal játékosokat, és szerintem volt egy olyan légiós különítmény, amely tényleg csapatjátékosokból áll, amihez biztos, hogy megint kellett az edzői tím munkája, úgyhogy függetlenül ettől a sorozattól a végén, ettől a hetedik meccstől szerintem nem, hogy velük kell folytatni, hanem bennem az van, hogy remélem, hogy hosszú távon is megoldott a helyi szakmai vezetés kérdés. Én mindig irigylem az angol fociból a Premier League-es csapatoknak a menedzsment modelljét, ahol aztán nem váltogatják az edzőket csak azért, mert van két vagy rosszabb, vagy három rosszabb mérkőzés, hanem szezonokon keresztül viszi ugyanaz a szakmai tím a munkát, mert igenis akkor egy bizalom van, akkor lehet építkezni, akkor lehet fiatalokat beépíteni, mert nem mindig az azonnali eredménykényszer van. És én is megerősítem nyáron, mikor beszéltem a Dávidékkal, akkor nem az szerepelt itt a tervek között, hogy rögtön az alapszakasz második helye lesz. Az szerepelt, hogy szépen búcsúzzunk a Raktár utcától, és szépen meg tudjuk alapozni az új arénába történő átköltözést. És mind a kettő szerintem nagyon szépen sikerült. Sok szép élmény, emlék lesz az idei esztendőről is, megvan a BLL az új csarnok avatásának, szerintem egy gyönyörű kerete, biztos a nézőszámra is jól fog hatni ez az itt mostani idény és ennek a szereplése, úgyhogy amit a szakmai stáb vállalt, azt nem hogy teljesítette, hanem szerintem túl teljesítette ebben az esztendőben. És még annyit az utánpótlás nevelés fontosságára a Raktár utcában, illetve az akadémia kapcsán, hogy ez a finn edző, aki a Pusztertál edzője, Anatoli Bogdanov, az ukrán-finn edző előtt dirigálta a mi második csapatunkat, tehát a Titánokat, és úgy tűnik, hogy nagyon jól sikerült őt is kinevelnünk. Mi látjuk el a konkurenciát is szakemberekkel, igen. Jó, hát hoki témát igazság szerint lezárnám azzal, hogy nyilván mindannyiunkban a pozitívumok maradnak meg, és hogy ilyenkor tényleg az ember csak félvereménykedik, mint hogy két évvel ezelőtt, mikor döntőt játszott a Volán, akkor azt gondolta az ember, hogy jó, és tök jó, hogy most ezt is túl akarja majd szárnyalni a csapat, de innentől nézve már egy harmadik hely is kudarc. Most egy kicsit aggódva várom, hogy a következő alapszakasz majd az új arénában, amelynek azért még nem ismerjük az atmoszféráját, a hangulatát, hogy lesz az ugyanolyan hazai pálya. Nyilván megvannak a szakmai finomságok, de hát az elvárások meg igen magasan lesznek azok után, hogy a csapat már ott volt.
hogy például beszéljük, hogy az alapszakasz és rájátszás közötti ráhangolódás, hát legyen közötte. Tehát nehogy az legyen az alapszakasz után, nincs tovább. De bennem például inkább az a kérdés van vasárnap óta, hogy nem jelentett volna teljesen szakmaiatlan a kérdés, és teljesen felesleges is, de mégiscsak ott motoszkál az emberbe, hogy nem kellett volna teljes komfortzónát váltani és átmenni a rájátszásra. Az a baj szerintem, ugyanis, bocsánat, hogy ha átviszel és kiesel, akkor azt fogják mondani, ez, hogy persze megbeszéltük ebben a műsorban, általános vélemény volt, hogy nem szabad. Abszolút így van, de összességben viszont azt látom, hogy valahogy az olaszokat kellett volna a komfortzónájukból kivinni, amire nem gondoltunk előtte, de a hét meccs alapján én végig úgy láttam, hogy mi végig az történt, amit ők, az ő játékuk érvényesült, és ők erre olyan professzionálisan készültek föl, hogy valami teljesen újat kellett volna hozni, ami őket is megzavarta volna. Soka ha, de ez után kellett volna átköltözni, teljesen váratlanul. Megyünk át. Most is azt mondom, egy-egynél mi ütjük be, és kettő, hogy nekünk, akkor lehet, hogy most máshogy beszélgettünk. Lehet, hogy ennyit múlt. Egyetlen tényleg nyúlfarknyi kitérő csak. Az elmúlt héten született egy cikk az egyik országos napilap online portáján, nem tudom, hogy nyomtatott verzióban is megjelentem, mert sajnos már én sem olvasok nyomtatott sajtót, amely nekem egy kicsit a régi, azokat az időket idézte, amikor Ocskai Gábor vezérletével úgy döntött a Volán, hogy kinövi ezt, vagy megpróbálja meghaladni ezt a magyar közeget, és hát akkor a tradicionális magyar hoki közegből elképesztő mennyiségű támadás érte a csapatot, hivatalos, nem hivatalos, akár sajtó úton is. Múlt héten ugye a Magyar Nemzetben jelent meg egy cikk arról, hogy a Volán gyakorlatilag eltűnt a magyar sport palettájáról, a mérkőzéseit nem nézik, tévé nem közvetíti, egyáltalán mi értelme van így ennek az egésznek, és ezen keresztül egy kicsit a hoki ellen is volt egy ilyen támadás. Ez azért hozom most szóba, mert polgármester úr ugye reagált erre a Facebookon erre, és hát országosan is hír lett belőle, hogy nyilván azért, mert amúgy egy kormánypárti oldalon megjelent cikkre reagáltál, de azt gondolom, hogy erről is beszélni kell, mert valamiért, minthogyha valakinek még mindig csípné a szemét, ami itt történik, amit én nem tudok hova tenni egyébként őszintén szólva 2024-ben, hogy valaki még mindig azon problémázik, hogy a Fehérvár hol játszik és mennyi néző előtt. Én leírtam a válaszban, amit gondolok erről az ügyről, most jelenleg már a curlinget érdekesebbnek tartom, de hogy azért ne ilyen viccesen, az időzítés az borzalmas volt, és teljesen érzéketlen. Tehát az, amikor játszik egy csapat egy rájátszásban, egy negyeddöntőt, egy oda-vissza vágós alapon, egy kiki mérkőzést, és beírni ilyet bármilyen sportágban, bármilyen klub összefüggésben, szerintem az érzéketlen. Várom a szerkesztőt nagy tisztelettel egyszer egy mérkőzésre, akár ott mellőlem is megnézhetjük, hogy mennyien vannak szerintem a csapatban. Az új arénába eljön. Milyen a hangulat, hány magyar is van éppen a pályán, magyar-e az edző esetleg, mert most nem mondok más sportágokat, hogy ezekről a kérdésekről lehetne beszélni, de hogy pont nem a Volán a legalkalmasabb ennek a problémakörnek a felvetésére, a magyar játékosok, magyar edzők hangulat és egyéb tekintetben, az viszont teljesen biztos vagyok. Méltánytalannak éreztem ezt a cikket. A cikknek nyilván én most a Volánra vonatkozó részéről beszélek, hiszen annak a cikknek voltak más részei is, Csak furcsán volt ez a téma összerakva. Én inkább szomorú vagyok és sajnálom. És nagyon sok megkeresést kaptam, tehát én úgy írtam a választ, hogy akkor már jöttek hozzám folyamatosan a jelzések, hogy ezt nem lehet elfogadni, ezt hogy képzeli magáról lehet, és akkor sorolhatnám. Tehát ezért éreztem én úgy, hogy muszáj kicsit megvédeni a Mundér becsületét, ráadásul elköszönünk a Raktár utcától, készülünk az új arénára, közel vagyunk egy bajnokság végéhez, közeledik majd egy világbajnokság. Szóval nem a legjobb és legszerencsésebb volt ez az időzítés. Igen, valóban nem kapuvas vagy kapufa, nem óriási mellé volt abból a tekintetből, hogy tényleg a magyar játékosok számát, a magyar edzőt számunkért, az eredményt számunkért, mikor minden idők legjobb alapszakasz helyezését éri el a csapat. Mint hogyha valaki olyas valaki írta volna, aki egyébként nem is nézi, vagy nem is hallgatja, vagy nem is tudja, hogy mik történnek a csapat körül. Ismerjük a cikk szerzőjét, és egyébként még csak azt sem mondom, hogy egy hagyományosan rossz indulattal, vagy Fehérvár felé rosszul közelítő, ráadásul nagyon tapasztalt, rutinos újságíró, nem tudom, Laci, te tudsz ennek az egésznek a hátteréről valamit, számomra megdöbbentő volt, hogy ő így neki ment ennek a témának. A szerző, mondhatni a barátom, de minimum a haverom, csak a kapcsolatunkra jelző, hogy nyári olimpiákon voltunk együtt, sőt, amikor Krakóba feljutottunk másodszor, akkor felhívott,
előző este, és ketten kimentünk, ugyanilyen jövök-megyek hajnalba értünk haza, beszéltünk millió dologról, és amikor szerdán mi játszottunk, előző hajnalban került fel a cikk, és a Gál Péter elnök úr hív engem, hogy nem is érti ezt az egészet, így beszéljek a szerzővel, és nem beszéltem, másnap a szerző hívott délelőtt, hogy nem érti a reakciókat, hogy mi vagyik itt ebbe a városba. És mondtam, az a minimum, hogy ez rosszul sikerült cikk. Egyébként a cikknek csak a 30%-a szólt rólunk, az eleje meg a vége, közöttes. Én úgy gondolom, hogy nem bennünket akart bántani, mert az Erste Ligáról sem volt jó véleménnyel, a válogatottról sem. Szerintem a szövetség egészére akart ráhúzni, nem is a vizes lepedőt, hanem nem nagyon van rendben, neveket nem írt, és számunkra az volt a fájdalmas, és az András is azt mondja joggal, hogy az én városomban egy is sikeres csapatról szól az eleje, következőképpen arra reagálok. Tehát tulajdonképpen én a rossz indulatot nem véltem felfedezni csak velünk kapcsolatban, egyszerűen az időzítés volt rossz. Részigazságai voltak, tehát az elnök úr is mondta Gál Péterre, sok minden még igaza van, és ha a magyar kiegészét vesszük figyelembe, akkor talán még néhány még szívrelendő dolgot is írt, csak nem jókor, úgyhogy ráadásul nem 2-2 volt, akkor mi már 3-2-re vezetünk, és sorsdöntődő meccsre mentünk. Tehát nyilván a klubot nem bojdította fel, a 12 külföldi nyilván nem olvasta el, fogalma nincs arról, hogy ráadásul ez micsoda. Nekünk volt roppant kellemetlen, ráadásul úgy, hogy épül egy új aréna, fogadjuk a norvégokat, és tényleg akkor úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben, és összességben nálunk valóban minden a legnagyobb rendben, csak de ez nem volt szerencsés. Ennek mondjuk utána nézhetett volna, mert azért olyanokat leírni, hogy nem nézi elég ember a helyszínen, nincs igen. Magyar játékos a keretben, vagy nincs sok magyar játékos a keretben, tehát ezek alapvetően tájékozatlanságról. Küldtek neki egy U8-as mesről készült fotót, ahogy csak itt, ami 83 szülő van. Igen. Na mindegy, hát őszintén reméljük, hogy majd őt is látjuk az új arénában, és akkor ott is sikerül meggyőzni mindenkit, hogy ez az otthon, ez abszolút kiérdemelt a csapat számára, és természetesen mindenkit búzdítunk, hogy majd jöjjön ki a Volán meccseire az Alba arénába is. Ugye a válogatott kvázi megnyitó mérkőzéseire már elkeltek a jegyek, tehát ott tudjuk, hogy áprilisban lesz két teltházas nyitó mérkőzés. Mi pedig akkor siklunk tovább, hogy stílszerű maradjak, bár most már akkor ezt a jeges közeget elhagyjuk. Nem tudom, hogy mennyire láttátok a Vidi mérkőzését a hétvégén, mondom, és földobom egy kis pozitív témával a Igen, a műsort. Megvan a bronz. Állítólag Vallati lehetett a meccsel annyira bozosztó, hogy gyenge volt, de ez viszont meg az eset, amiért nagyon sokat adtunk volna a jégkorongba, hogyha egy nagyon csúnya, átcsorgó potyagóllal mondjuk a Volán jut tovább. Itt most körülbelül ez történt, hogy egy nem is különösebben jó lövéssel, de sikerült egy potyagóllal nyerni, viszont hát nagyon az hosszú. Nem volt azért potyagóll, tehát hogy potyagólnak nem ezt nevezzük. Hát figyelj, most a Szoboszlai Dominik Spárta Praha elleni góljába is beleért a kapus, és nem mondjuk rá, hogy potyagól, tehát hogy... Én mondom, mi az nekem, de egyébként van most egyéb bajuk is. Szóval lényeg az, hogy ugye nagyon, hát nem nagyon, de egy rossz sorozatban volt a Fehérvár, három vesztes meccs lőtt gól nélkül. Úgyhogy azt gondolom már csak a Laci által előre kiérdemeltnek ítélt, és biztosnak mondott harmadik hely miatt is fontos volt, hogy sikerüljön nyerni Kecskeméten, ahol egyébként nem mindig mindenkinek sikerül, ezt csak hozzáteszem, hogy Ferencváros szurkoló jelenlétében kicsit finoman. Jó, de mondjuk mi a használható pályán játszottunk. Igen. Hát mert minket ott mindig elmondható. Minket megtiszteltek ennyivel, nem? Pedig szemerkélő eső volt még délelőtt. Igen, féltem is, amikor láttam, hogy milyen időt mond délutára, mondom, milyen pálya lesz ez, de... Nekem nagyon Szabó István és a Kecskemét és az egész csapat végtelenül szimpatikus, tehát tényleg egy tök jó közeg, meg minden, de hát én ezt itt már többször elmondtam, hogy azért most már második szezon, és hagyni ezen a pályán játszani a Kecsót, hát azért nem tudom, tehát nem feltétlen tartom igazságosnak, amikor 11 másik kiváló minőségű pálya van. Ez nyilván, tehát lehet mondani, nekik is mély a talaj, de nyilván ők játszanak rajta, itt a 33 meccsből 16-ot vagy 7-et. Hát ez a magyar futball kicsit ilyen, hogy mondjam, tréfája, hogy ugye megyei jogú városok, meg komplett megyék vannak, ahol gyönyörű új stadionokban játszanak NB2-es csapatok. A Kecskemét meg Magyarország legnagyobb megyéjében játszik egy kicsit ilyen megyei szinten itt maradt pályán, de ettől függetlenül... Szóval Kecskeméten nem könnyű győzni. Igen, ez így van. Kimondhatjuk, most nagyon kellett a 3 pont, szerintem itt is jogos az, hogy most mindegy milyen játékkal, de megvan a 3 pont, sikerült végre gólt lőni, mert az ez hiányzott az előző fordulóban, mindegyik mérkőzésen megvoltak a helyzetek. Hát az Újpest ellen 0-0-nál számtalan helyzetünk volt, két kapufánk volt,
nem menjünk bele, hogy szabályos vagy szabálytalan volt a gól. Mondjuk, ha a Debrecen elleni VAR büntetős történet nincs, akkor az az újpesti gól az egyetlen VAR elé kerül-e, vagy 1-0, és akkor megnyerjük az újpesti mérkőzést, mert az Újpest az életben nem egyenlített volna ki, abban szerintem teljesen biztosak lehetünk. De a Fradi ellen is ott volt 0-0-nál, ugye az kis Argentinnak egy 1500%-os helyzete volt, és utána volt ugye a szlovén srác, aki nagyon jó lövés, amiből a Dibusz nagyot védett. Bármelyik bemegy, akkor 1-0, nem mondom, hogy megvertük volna a Fradit, de játszhattunk volna talán egy olyan meccset, mint a Puskás, hogy lőttek egy gólt, és utána már hiába jobb egyik csapat, már egy beállt szervezett védekezés ellen nem annyira magától értetődő és egyszerű dolog egyenlíteni vagy fordítani. Sok a ha, egy biztos, hogy most megvan a 3 pont, ugye most lesz egy kis szünet, utána jön a Puskás, aztán talán a Mezőkövesd elleni mérkőzés idegenbe itthon. A harmadik hely szempontjából itt már minden mérkőzésnek van tétje. Nyilván nagyon örülnénk a bronznak, nagyon örülnénk a nemzetközi kupa szereplésnek, szerintem a lelkünknek, szívünknek, igazságérzetünknek, én meg ezt is merem mondani, nagyon jót tenne, és sok mindent az elmúlt évek tekintetében is meg én azt arra tennék kérdésként, de legalábbis akkor jövőre tudnánk tekinteni, de azért ne felejtsük el, hogy nem így indultunk, tehát úgy indultunk, hogy maradjunk benne. Ha most van meg a 40 pont. Maradjunk benne, legyen meg a 40 pont. Én azt mondtam a téli szünet körül, persze ez nagyon szépen lenne a dobogó, de hogyha ott leszünk az első 6-ba, akkor az induláshoz meg a tavalyi évhez képest egyértelmű előrelépés, ezt egyébként tartom is. Függetlenül attól, hogy most már részben rajtunk múlik, tehát hogyha hozzuk azokat a meccseket, amiket hozni kell, akkor látva, hogy a mögöttünk lévő csapatok is aztán rá is igaz, hogy mindenki mindenkit meg tud verni, meg ki is tud kapni ebbe a bajnokságba, akkor akár még oda is érhetünk a Nemzetközi Kupába. Ami most stadion fenntartói szerepkörönbe átlépve nagyon fontos lenne, mert 1-2-3 nemzetközi mérkőzés bevétele, láttuk most itt a Fradi ellen, meg a Debrecen elleni bevételt, az önmagában nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne abban a vonatkozásban, hogy nullszaldóssá válhasson egy ilyen létesítmény. Mert ha van néző, van fizetőképes jegyvásárló, bérletvásárló, szurkoló, büféző a stadionba, akkor nyilván csökkenti azt az összeget, amiben ezt az önkormányzatnak kell beletenni. 8-9 ezer embernél, gondolok itt most a Fradi mérkőzésre, nem is nagyon lenne gondunk a bevételi kiadási oldalal a stadion. Olyan kontextusban is kell hallani, vagy beszélni róla, hogy ugye nemrégiben kijött, hogy a magyar futballban gyakorlatilag 2% az, ami a jegybevételekből a klubok költségvetésére. Nem titok, körülbelül olyan 29 millió forint volt a bevétel a Fradi ellen, amiben nincs benne a VIP-nek a bevétele, az E fölött van, és még nincs benne a büfé bevétele, mert az még kell egy kis idő. És itt volt 8800 néző a stadionban, tehát egy 4-5-6 ezres átlag nézőszámmal, kiugró nézőszámú néhány mérkőzéssel a bajnokságban, a nemzetközi kupába a bevétel nagy része a kiadási oldalnak tudná fedezni. Egyébként ez nem csak a stadion miatt fontos és üzenet, hanem nyilván az Alba Aréna fenntarthatósága szempontjából is, hogy a szurkoló az kulcskérdés. És igen, e tekintetben a magyar sport szerintem nem áll jól, de látszik, hogy azért nem is reménytelen az embereket kivinni a stadionba vagy a csarnokokba. Főleg, ha nem lesznek egy időben a mérkőzések, ahogy például most hétvégén is előfordult, bár ezt előre nyilván senki nem kalkulálhatta. Én is kíváncsi leszek egyébként, hogy ez az évente egyszeri Fradi elleni mérkőzés és nézőszám. Idén kétszer volt. Kétszer, jó, hát ez tartható-e? Most éppen Újpesten nem aggódok a nézőszám miatt, mert oda ment a mi szponzorunk, és akkor majd most gondoskodik a költségvetésről, de gondolom erre is céloztál, amikor azt mondod, hogy némi elégtételt azért éreznénk, hogyha... Én nem némit éreznék, de majd erre térjük vissza az év végén. Ez nekem is kiárt. Azért volt fontos ez a győzelem a Kecskemét ellen, mert Pető Milányi és apjával sokszoros válogatott Pető Tamással beszéltem, és ő azt mondta, hogy a videó, hogy az össze 8 meccsből megnyert 7-et, és egyszer döntetlenezett. Két vereség után voltunk, azt mondta, hogy félő, hogy lehet, hogy beleszaladunk egy ugyanilyen sorozatba. Tehát ahogy ott megnyertünk olyan meccseket, amikor nem feltétlenül domináltunk, most is az Újpest és a Fradi nem játszottunk rosszul, de igazából elég jól sem. Most Kecskeméten tudtunk nyerni, nem feltétlenül jó játékkal, de kicsit átfordult ez a dolog, és most már én is soppan csalódott lennék, hogyha nem lennénk dobogósok, illetőleg nem mennénk a nemzetközi porondra. Az Andráshoz csatlakozva az egy Eszter FC körleneli hangulat,
azért az nagyon hiányzik, vagy sajnos még a Covid miatt az zárkapus volt, de itt volt a Stade Reims, ott is rengeteg néző lett volna, nagyon sok franciával, és hogyha mondjuk kimegyünk a nemzetközi porondra, jön egy Ausztria, vagy egy Rapid Wien, vagy egy Linz, itt biztos teltház, sok külföldi, akik visszatérnek, tényleg fogyasztanak, és itt fenntartói szempontból ezek azért döntő tényezők, hogy egy 5-6 ezres, annak idején Muszbek Mihály volt a liga elnök, és ő is azt mondta, hogy egy stabil 6 ezres nézőszámmal már rentabilisan üzemeltethető egy-egy futballstadion. Hát ez a nézőszám a jelenleg szerintem senkinek nincs meg a Ferencvároson kívül, talán Diósgyőrben, hogyha nyernek 3 meccset, akkor kimegy ennyi ember. Érdekes lesz valóban, mert a Debrecen, a Diósgyőr, ezek azok a csapatok, amelyek most pontszámban úgy viszonylag közel vannak a Vidihez. A Puskás, amelyikkel ugye majd játszunk egy mérkőzést, nekem sem tűnik reménytelennek a dolog. Hozzá kell tenni, hogy az a kiegyensúlyozottság, amit Zselák valahogy létre tudott hozni a csapaton belül, az nagyon kell ehhez, mert nem a jó játékról szólt, lássuk be azért a legtöbb mérkőzés, hanem arról, hogy ezt a Vidit már nehéz megverni. Igen, de szerintem fontos azt is értékelnünk és elemeznünk, hogy egy átalakulásban van a klub és a csapat. Ez egyébként elkezdődött már valójában egy másfél évvel ezelőtt, amikor ott már, amikor a Csongvai, a Katona, most már inkább 2 éve érkeztek, akkor lehetett látni, hogy volt egy kis irányváltás, és ez most nyáron részben kényszerűségből folytatódni kellett. És ez most télen is részben így folytatódott. Tehát nyilván a Kodró, ugyan a Fradival már tegnap most éppen játszott a Puskás ellen, de nyilván nehezen fér bele. Nyílik az útja, mert a Pesicset kirakták a keretből. Igen, csak ugye nyilván ő egy méreg, a mi mostani költségvetésünkhöz képest egy méregdrága labdarúgó volt, és nyáron lejárt volna a szerződése. A klub, azt mondom, hogy nem érthetetlen döntést hozott akkor, amikor azt mondta, hogy van egy jelentkező, füzet érte, átvállalja a fizetését, lépni kell. Hoztunk helyette egy nagyon fiatal, egyébként tehetséges válogatott szlovén csatárt. Nyilván tőle nem feltétlenül várható az, mint egy rutinos rókától rögtön. És most szerintem nyártól kezdve már valóban előre lehet egy kicsit nézni, mert az a fajta változás a keretben, aminek egyszer meg kellett történnie, mert nagyon-nagyon-nagyon túlfizetett és teljesítményben alul motivált játékosok alkották a Vidi keretét az elmúlt években, őtőlük sorba meg kellett szabadulni. Ez ahhoz képest, hogy itt vagyunk a harmadik helyen, önmagában is egyébként egy komoly eredmény. Ha ebből lehet építkezni, és ezt nyilván nem tudom, a klub látja, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor szerintem most azért van egy alapvetően jó szerkezet. Az látszik, hogy nagyon jó szellemű ez a csapat. Tehát függetlenül attól, hogy kikaptunk az Újpest ellen, kikaptunk a Fradi ellen, de az akarattal, a hozzáállással szerintem egyik mérkőzésen sem volt semmilyen probléma. Valljuk be, az ezt megelőző 2 esztendőben azért ez nem volt mindig elmondható, mert a Köln ellen az a csapat, amelyik úgy tudott focizni, az fél évvel később majdnem kiesett az NB1-ből. Ez csak motivációs és csak ehhez kapcsolódó lélektani kérdés szerintem, mert ha a Köln ellen tudsz focizni, akkor lehet, hogy a Kisvárda meg a Mezőkövesd ellen is tudsz focizni, ha nem, akkor annak valami más oka van. És szerintem ez a mostani keret egy nagyon jó szemléletű, sok fiatallal, sok magyar játékos, most is 8 magyarral kezdtünk Kecskeméten. Tehát beszél mindenki a Paksról, jogosan, de most már mi is nálunk is 7-8 magyar játszik. Még szokni kell, hogy a előre lefogadom, hogy a Puskás ellen a mi csapatunkban lesz jóval több magyar játékos. Hát egyébként Zselák nagyon szépen kitakarított a nyáron az öltözőt. És múltkor ott volt a szurkolói fórumon a Városházán, szerintem egy nagyon szimpatikus, őszinte beszélgetés volt, elmondta mindenről a véleményét. Én azt láttam rajta, hogy ő szeretne hosszú távon maradni, elkötelezett a klub és a város mellett, megszerette az itteni életet, légkört, ő aztán tényleg itt él, kezdi érezni, várjuk meg, hogy kap egy ajánlatot a Ferencvárostól arra, hogy reagál, mert mostanában a magyar futballban ez a dödszerű a csapatok számára. Egyébként, hogyha valóban a túlfizetett játékosok voltak mondjuk a problémák korábban, akkor mondanám, hogy alul kell fizetni őket, és milyen jók leszünk. De azért ettől is messze vagyunk még. De szerintem értékén kell fizetni. Ez fontos, értékén kell fizetni, és teljesítmény arányosan kell fizetni. Szerintem senkit nem zavarta a korábbi bajnok csapatnál, Európa Liga csoportkörös csapatnál, hogy mit kerestek a labdarúgók a Vidibe. Senki nem foglalkozott vele. A tavalyi esztendőben foglalkozott vele mindenki, mert mindenki érezte, hogy itt valami nem kerek, és ez a magyar, sőt közép-európai szinten pénzbőség, ami itt volt, az nem párosult teljesítménnyel, hanem kicsit olyan kiálltunk volna az országalmához, és elszórjuk a pénzt, az néha hatékonyabb felhasználási módnak tűnt volna. Ez egyébként néha szerintem a Fradinál is lehet érezni,
hogy ott is azért hoznak olyan játékosokat, akik nem feltétlenül ütik meg azt a szintet, és nyilván az egyik oka az, hogy megveheti a Ferencváros, aztán ide jön és kiderül, hogy nem tud mondjuk aklimatizálódni, vagy egyszerűen csak nem szellemiségében például nem olyan típusú játékos, mint akire szükség van. És ezáltal szerintem a Fradinás azért lehet látni, hogy bár azért egyre több az a játékos, aki mondjuk beváltja hozzáfűzött reményeket, vagy akár haszonnal el lehet adni, még mindig van egy-egy ilyen lukrafutás, pontosan abból, hogy egyébként a Vidin, én pont ezt éreztem tavaly nyáron, hogy kimondva az egyik legszűkebb költségvetésű átigazolási időszak volt, de éppen ezért nagyon-nagyon meg kellett nézni, hogy azt a kevés pénzt az mire költi a klub, és sikerült olyan játékosokat hozni, ezt a Bambokot leszámítva, akik egyébként mind hasznára lettek a Vidinek. Igen. Jó, azért akarok csak egy kicsit témát váltani, mert nagyon kevés van már hátra az adásidőnkből. Még mondhatok valamit? Tehát természetesen László. Azért vagyok nagyon jó helyzetben, mert néztem a tabellát, és 6 pontra van a Debrecen, 9-re a Puskás Akadémia, és hát van még elég forduló. De Makrai Balázsral beszélgettem, a debreceniek nyilván nem adják fel ők sem, hogy a felcsútiak, de tulajdonképpen a bronz nagyon jó lenne, de tulajdonképpen így, hogy a Fradi és a Paks bajnokságból 10-11 ponttal elmentők eldöntik az első két helyet. Ha ők játsszák a kupadöntőt, amire van esély, ha nem sorsolják össze őket, akkor a negyedik hely is nemzetközi kupát ér, tehát tulajdonképpen a Vidi még egyes húzhat hátrafele, és akkor is, tehát jó lesz, tehát várom a BL-t a hokiba, várom a konferencialigát a futballba, tehát csodálatos nyárunk és korőszünk lesz. És akkor ugye, csak hogy itt a hátralévő szűk időben kosárlabdáról is beszéljünk, a nemzetközi szereplésről teszem, hogy a múlt héten ugye az Alba Arénát kipróbálták a kosarasok is, egy ilyen edzés erejéig, nyilván a fő hangsúly azon volt, hogy lehet lefekteti ezt a kosár borítást a jégre, és azon hogy lehet edzeni, de ugye Simon Balázs azt mondta, hogy hát ha majd a nemzetközi mérkőzések lesznek, akkor jöhet igazából szóba, hogy ott játszanak a kosarasok, tehát akár még ez is előfordulhat. És hát ha azt nézzük, hogy most második a csapat, és akkor itt keretezhetjük az egész adást, mert a Hokisok is másodikak voltak az alapszakaszban, a Hokisok is óriási reményekkel mentek neki a rájátszásnak. Nincs ember, aki azt mondaná jelen pillanatban, hogy az Alba mondjuk ki fog esni a 8 között a rájátszásban, és annyival fölötte van tényleg egyelőre úgy tűnik játékban és eredményben is a Falkunk kívüli mezőnynek. Mennyire van bennetek félsz azért ezzel kapcsolatban? Most ugye hétvégén, előző héten Sopronban, ahol volt, hogy 10 évig nem nyert az Alba, meccset nyertek, most nagyon lesimázták azt a Debrecent, amelyiktől ugye kikaptunk idegenben egy ponttal. Tehát minden arról szól nekem, amit Lassi is többször mondott, hogy a Falko és az Alba annyival kiemelkedik a mezőnyből, hogy akár le se játsszák a többit. Szerintem a Falko emelkedik annyival ki a mezőnyből. Mi kicsivel kiemelkedünk, de az egy rájátszásban hamar eltűnhet, ha nem tudunk precízen, pontosan, fegyelmezetten játszani. Szerintem ez a csapat alkalmas arra, hogy odaérjen a döntőbe, de nem annyival jobb, hogy ez automatizmus legyen. Egyébként látszik, hogy a Falkonál sem minden automatizmus, hiszen a hétvégén megint kikaptak. Ha most nincs az a szerencsétlen játékos sztorink, és Kaposváron teljes csapattal játszunk, és nyilván nyerünk, akkor bármilyen furcsa, az utolsó Alba-Falkó mérkőzés itthon eldöntötte volna simán az alapszakasz győzelmet. Simán benne lett volna. Debrecenben is győzelmet. Úgy kapott ki az Alba, hogy nyert, még 10-zel vezetett az utolsó negyedben. És akkor ez megint egy új helyzet. Igen. Megint ugye sok havá kezdődő mondatot indítottam el. Egy biztos, hogy szerintem ez egy jól összeállított csapat. Nekem egy pongó hiányzik onnan a keretből. Én nagyon sajnálom, hogy ő nem elment. Nem egy, hanem a. Van három is, de nekünk a. Vagy nyilván a Somogyi, csak a Somogyi ugye külföldre ment, tehát ugye mi gyengültünk, de más magyar csapat nem erősödött, a Pongóval nyilván nagyon erősödött, ő se feltétlenül kap annyi játékpercet nyilván, mint amennyit ő feltétlenül szeretett volna nyilván Bajnokok Ligájába indulni, ez megadatott neki, remélem, hogy legközelebb egy másik csapatba adatik meg neki. Igen, akkor vissza lehet hívni, de ezzel együtt mondom, hogy valóban egyébként simán lehetne, hogy az utolsó fordulónak még tétje is legyen, matematikailag még most is lehet, de a Falko szerintem a körmendet a hétvégén azért le fogja verni. Csak nagyon úgy tűnik, hogy amennyire féltettük az Albát egész szezonban attól, hogy szűk a rotáció, hogy tényleg az az 5-6 ember viszi a csapatot, így, hogy nem jött közbe egy minimális malőrön kívül ugye semmi szezon közben, ha ez így marad, akkor azért joggal reménykedhetünk, persze kérdés, hogy így marad-e. Hát szerintem egyébként a tavalyi évhez hasonlóan a bajnoki döntő az reális, aztán ott majd megint érdekes lesz, hogy ha a Falko,
akkor ez, amit András is említett, hogy a Falko nagyon kiemelkedik, mi kicsit. Nyilván ott meghatározó lesz majd, hogy addig ki hány meccset játszik, kinek esnek ki esetleg kulcsjátékosai, vagy esetleg melyik az a csapat, most nyilván itt az Alba az, amelyik úgymond az üldöző, hogy az üldözőben vannak olyan mentális erősséggel bíró játékosok, akik ilyenkor a 100%-ra még mondjuk rá tudnak tenni egy plusz annyi pár százalékot, hogy mondjuk tudják nyerni egy meccset Szombathelyen, akkor az kell hozzá, akkor van. De szerintem az a realitás, ez a két csapat játssza a bajnoki döntőt, és akkor egy Laci mondta, hogy hát szép nyár indul el. A Sopron női csapata gyakorlatilag sérülésekkel, három kulcsjátékos hiányával együtt megverte a kupa döntőben a Diós Győrt, akit idén meg senki nem győzött le. Ez is a sport. Így van. Igen. Laci, kosártémához mondjál még valamit. Igen, Török Zoltán, a soproni atyaúristen, aki remekül látta, hogy anyagilag nincsenek abban a helyzetben, hogy üldözzék továbbra is az Euroligát, nyertek már egyet, sőt a nemzetközi kupában se indultak el, egy látszólag gyengébb csapatot rakott össze, és ma reggel tette fel a Facebookra a következőt, hogy óriási tanulság az életnek, hogy soha ne becsüld le egy bajnok szívét. Igen, hát reméljük, hogy a szép zászló, a Falko szívét nem becsüljük le, de azért majd kicsit esetleg megtépázzuk a reméljük, a röplabdában a fiúk odaérnek a döntőbe, hogy akkor beszéljünk majd még egy döntő lehetőség. Így van, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nyilván azokkal a sportokkal, sportolókkal, akikkel most nem tudtunk legközelebb, igyekszünk többet foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.